A Székesfehérvár jövőjéért egyesület a város kis- és nagyvállalkozásainak, valamint intézményeinek vezetőiből áll. Azzal a céllal jött létre, hogy a város fejlődését, jövőjét szolgálja, segítse. Csütörtök esti ülésén a lakásszövetkezetek tevékenységével ismerkedhettek meg a tagok. A téma azért is került napirendre, hiszen minden harmadik fehérvárit érinti valamilyen szinten. A Székesfehérvár egyes számú lakásszövetkezet tekintetében 4000 lakást, ez durván olyan 20 000 embert érint. Összességében Székesfehérváron pedig olyan 35 000 ember van, aki szövetkezeti által üzemeltetett épületekben lakik. A találkozó jó alkalmat adott arra is, hogy együttműködés, közös gondolkodás jöjjön létre. Schulz György elnökségi tag úgy fogalmazott, hasonlóképp fontos témák kerülnek napirendre az első negyed évben. Ez a idei első találkozónk. A következőkben olyan témákat szeretnénk megtárgyalni, mint például a közoktatás új helyzete a városban, milyen változások lesznek a középiskolákban, az alapfokú képzésben. Az egyesület a 2013-as emlékév programjairól is tájékozódni kíván, hiszen ebbe is szeretnének bekapcsolódni.